És az emberek már nagyon régóta foglalkoznak nemezeléssel, majdnem azok az idők óta, amióta állattenyésztéssel is foglalkoznak. Azért már észrevették, hogy ahogy a birkák sétálgatnak, és egy kicsit hűvösebb az idő, zordabb az időjárás, akkor begöndörödik nekik a birkáknak a szőre, és akkor ebből kifolyólag ők is a gyapjúval elkezdtek kísérletezni, és egy kicsit bevizezték, akkor látták, hogy egy kicsit megnyomkodják, rögtön egy másik anyag jön létre. Na most nagyon sokáig kísérletezgettek vele, és akkor végül is eljutottak odáig, hogy egy kompakt anyaggá változtatták át forró vízzel locsolgatva a gyapjút. Persze előtte meg kellett nyírni azt a birkát, és akkor szépen botokkal így felfelé veregetve próbálták kifésülni. Ez nagyon hosszú folyamat volt, de mégis akkor volt idejük, és tudták, hogy a gyapjúnak nagyon sok jó tulajdonsága van, főleg az, hogy igazából a legjobb szigetelő, és nagy gyapjú nemez, és így jutottak el addig, hogy elkezdtek nemezelni. Na most a nemezelés, a nemez szó eredete a nam szóból van, és a nam szó azt jelenti, hogy nyomásverés. Szóval elkezdtek utána nemezelgetni nagyobb darabokat, és nemezeltek, lerakták szépen botokkal, fölverték a gyapjút, és akkor gyékényre rakták, utána pedig forró vízzel megcsapkodták, meglocsolták, föltekerték, és elkezdték gyúrni. Na most gyúrogatták jó sokáig, és akkor bekeményedett jó a gyapjú, összement, és amikor annyira összement, hogy többet nem tudott, látták, hogy többet nem megy össze, akkor tudták, hogy kész. És nagyon erős anyag vált belőle, sőt, mi több a lányoknak Közép-Ázsiában addig nem mehettek férhez, ameddig saját maguk sátrukat ki nem gyúrták, szóval akkora nagy darabokat gyúrtak, hogy egy kör alakú sátort össze tudtak belőle állítani, amiben laktak igazából. Ez a sátor 5 méter átmérőjű volt, és gyapjúból volt, nemezből volt az egész borítása, sőt, mi több még gyönyörű szép szőnyegek is borították ugye a sátornak a földjét. Na most ezekből a szőnyegekből és ebből a közép-ázsiai hagyatékból inspirálódunk mi, mai nemezelők, és nagyon sokat tanulunk belőle, mivel hogy ott Kis-Ázsiában még nem halt ki ez a mesterség, és volt két nemezelő a 70-es években, aki újraélesztette ezt a hagyományt, és elmentek ők Türkmenisztánban, és ott újra tanulták a mesterséget, és mindenki, aki nemezel mostanság ebben a régióban, valójában őnek köszönhetően jutott el odáig, hogy nemezelhet. Most a lényeg az, hogy ez a közép-ázsiai technika, ez a forró vízes technika, ahol a gyapjút forró vízzel megcsapkodják és utána gyúrják. De van egy másik fajta technika, amit úgy hívnak, hogy skandináv technika. Ez a technika szappanozással történik, és egy pici forró vízes gyúrással. Ez a technika sokkal jobban közelít a mai nemezelés
trendjeihez. Azért, mert nagyon egyszerű, nem kell hozzá más, csak szappan, meg víz, meg egy asztal, gyapjú, és akkor már is hozzákezdhetünk készítgetni kisebb tárgyakat, szóval ékszereket, gyerekjátékokat lehet készíteni, haladóknak kalapokat, cipőket, kis tarsolyokat, úgyhogy nagyon egyszerű a technikát megtanulni, és elég gyorsan eljutunk odáig, hogy elkészítsünk egy tárgyat természetes anyagból, szóval gyapjúból. Nagyon érdekes a története a nemezelésnek. Amint már említettem, régóta foglalkoztak az emberek a nemezeléssel, sőt, mi több, még az én nagymamám is mesélte, hogy néha szőröket felszedegették az istállóba, és abból gyúrogattak labdát, de azért konkrétan nem is olyan régen, az Igazlátók című könyvben, egy évvel ezelőtt, kettő, a húgom talált egy passzust, ahol írta, hogy a Móra Ferenc, aki nem csak író, hanem régész is volt, ásatásokat végzett Vajdaság területén, Csóka is Ada környékén, és ott a sírokban találtak gyékény és gyapjú nyomokat, ami annak a bizonyítéka, hogy igenis itt Vajdaságban is nemezeltek valahol. Igaz, hogy elég régen, 1500 évvel ezelőtt, de azért mégis van neki nagyon hosszú hagyománya, és ekkor mi ennek a bizonyítéknak nagyon megörültünk, de igazából 1920-as években még Szabadkán nemezelés technikájával készültek zoknik katona csizmába, amint tudjuk, ugye a gyapjúnak nagyon jó izolációs, ilyen nagyon jó szigetelő tulajdonsága van, és Écskán is nemezeltek, és nagyon érdekes ez a változás, amikor bejöttek a gépek, és ugye a kézimunka háttérbe szorult, hogy Écskán úgy oldották meg, hogy tényleg, hogy az egyik mester kifejlesztette egy gépet, ami párával ugyanúgy meggyúrta, és előkészítette a gyapjút, mint hasonlóféleképpen, mint a nemezelés alkalmával, csak hát egy gép csinálja. Na most ezt az anyagot nem nemeznek hívják, hanem filcnek. Azért, mert egyforma vastagságú, a nemez pedig olyan vastagságú, amilyenre szeretnénk, mert mi vagyunk azok, akik lerakjuk ugye a gyapjú vastagságának a mennyiségét. Thank you.
kosztyagói nemezelő táborban. Előtte voltam Kanizsán egy táborban, ahova nem véletlenül kerültem, mivel hogy ott néprajzzal foglalkoztak, és meséket gyűjtöttünk, régépítészettel foglalkoztunk, és akkor a barátnőm meghívott ebbe a másik táborba is. Na most ebbe a táborban nemezeltek, és az első dolog, amit elkészítettem, az egy kis tarsoly volt, és a Rábel tanár úr, Csókai rajztanár Rábel Jánosnak hívják, azt mondta, hogy mintha mindig is ezt csináltad volna, úgyhogy még mindig ezt csöng a fülemben, hogy még mintha mindig ezt csináltam volna, és nagyon beleszerettem ebbe az anyagba, a nemezbe, és azóta is ebbe foglalkozom. Kapcsolatosan pont egy 10-15 évvel ezelőtt elég nehéz volt az embernek tökéletesíteni magát, de igazából a saját útját járta, és ahol talált valamilyen információt, vagy olyan tanfolyamot, akkor elment oda, és ugye tökéletesítette a tudását. Mai napig ezeket a dolgokat meg kell tenni, hogy valami újdonságot lát az ember, akkor úgy lehet magát tovább képezni, hogy elmegy a mesterhez, és akkor azt megtanulja. De kicsikét jobb a helyzet az utóbbi időben, mivel egyre több tábor van, egyre több lehetőség van arra, hogy az emberek megtanulják a régi mesterségeket, és ugyanúgy a mesterekhez el tudnak menni, tanulni. Én szerintem egy kicsit nyitottabb ez a világ, mondjuk rá, mint ami az én időmben volt, mert elég nehézkes volt akkor ez a kommunikáció a mester és az inas között, de aki nagyon akarja, az meg tudja tanulni. Az biztos, hogy utána fog menni, és aki még jobban szeretne foglalkozni, esetleg hivatásának választja ugye a régi mesterségeket, olyan, mint a nemezelés, paforagás, gölöncsérezés, az Magyarországon is megtalálhatja ezeket a szakközépiskolásokat, már van több, 3-4, ahol lehet tovább tanulni, és akkor utána pedig hát a Néprajzi Múzeum Magyarországon támogatja a régi mesterségeket, és akkor ő hozzájuk is lehet fordulni az ifjú mesterré válás és a mesterré válás útján. Elismertebb legyen a népi iparművészet, és meghozzanak valamilyen posztulátumokat, ami alapján ugye régi mesterséggel kell foglalkozni, és hogy minél jobban érvényesüljön ez a probléma megoldása, konferenciát is terveznek, ahol meghívták a Szlovéniai Néprajzi Múzeumból szakembereket,
szakembereket Magyarországgal, akik néprajzzal foglalkoznak, és pont ez a régi népi iparművészeti ágazattal, hogy hogyan kell meghozni olyan szabályokat, esetleg törvényeket arra nézve, hogy ki az, aki népművészettel foglalkozhat, de olyan értelemben, hogy megmondják, hogy most hogy kell, hogy kinézzen az a népi iparművészeti tárgy, amit ki lehet állítani, hogy azért mégis hagyományőrző legyen és egy olyan világot képviseljen, ami a régi hagyományokkal kapcsolatos. És mindenki tudja, hogy hogy kell csinálni, a 3 éves gyerek is észreveszi a gyapjúnak azt a tulajdonságát, hogyha nyomogatja, milyen finom puha, és akkor, hogyha még egy pici szappanvizet tesz hozzá, akkor megkeményedik az anyag, és rögtön valami más lesz belőle. És beindítja az emberek fantáziáját, kreativitását. Hát 2 évtől 107 évig ajánlom mindenkinek. A fiatalok is nagyon szeretnek nemezelni, azért már felfedezték a nemeznek ezt a jó tulajdonságát, hogy amit kigondolnak, azt meg is lehet belőle csinálni, sőt, mi több, nagyon rövid időn belül. Úgyhogy egy jó mester irányítja őket, úgyhogy ők már el tudják készíteni az ő saját kreációjukat. Ugye nagyon könnyű az út a nemezeléssel kapcsolatban az elképzelt tárgy és a megvalósítás között, úgyhogy azért olyan nagyon érdekes és szép ez a mesterség. Thank you.